Európa déli részén és a Földközi-tenger afrikai partvidékén továbbra is erdőtüzek pusztítanak. A francia Riviera szomszédságában több mint 1000 tűzoltót vezényeltek ki, turisták és helyiek ezreit kellett kimenekíteni a régióból. A hatóságok csütörtök reggelig 2 halálos áldozatot jelentettek, egy leégett házban találtak rájuk. A szokatlan hőségben kiszáradó aljnövényzet egymás után kapott lángra az elmúlt hetekben szerte Európában. A francia délvidék a legutóbbi a sorban. Görögország egyike azoknak az országoknak, ahol a legnagyobb a pusztítás. Teljes települések égtek le a Peloponészoszi félszigeten, most pedig Athén szomszédságában, a fővárostól északnyugatra tombol az erdőtűz egy hatalmas fenyvesben. Az idei bozott tűz szezonban eddig az átlagosnál több mint 30-szor nagyobb terület égett le. A spanyolországi Ávila tartományban is oda lett 20 000 hektárnyi erdőség, mire a tűzoltók megfékezték a lángokat. Az ottani tűzvész egy balesettel kezdődött szombaton. Az ütközéskor kigyulladt autó lobbantotta lángra az erdőséget az ország középső részén.